A Városligetben vagyunk. Ez itt egy sín a föld alatt. Most egy építkezés során előkerült. Ott az állatkert. Ott egy gundel. Arra van a hősök tere. Erre pedig a tó. Ez itt kérem a régi föld alattinak a vágányából egy darab. Ott a folytatása a hősök tere felé. Gondolom ismerős, ebbe az irányba jön az a vágány, ami az előbb volt a képen. Háttérben most nem látszik, de ott a hősök tere. Ugye itt jött ki régen a föld alul, a föld alatti a hősök tere mögött. Itt már persze mélyebben volt a vágány, mint ami most a föld felszín, a talaj. De alul úgy látszik, csak betemették a vágányokat régen, mikor megszűnt ez a vonal szakasz. Ott van a hősök tere. Itt jött ki a föld alul, a föld alatti régen, 1973-ig, amikor meghosszabbították a mexikói útig. Itt ment a föld alatti régen, ezen a vonalon. Ott van a állatkert bejárata, valahol itt lehetett az állatkert megálló egyébként. Ott, ahol az előbb azt a hosszabb kis síndarabot mutattam. Itt van a tónak a csücske jelenleg. Arra ment tovább a Széchenyi fürdő felé. Ott is van egy darabka, kiáll a földből. Ahogy megyünk a Széchenyi fürdő felé. Ez is fura, még mindig a Széchenyi fürdő irányába nézünk. Valószínűleg ott lehetett a felszín régebben, vagy nem tudom mi az ott, de furcsa, ilyen elszíneződött réteg van ott arrafele a felszín alatt. Arra van a Széchenyi fürdő. Állatkert, gundel, hősök tere. És konkrétan itt is látszik ez az elszíneződött réteg a felszín alatt. És ott konkrétan a régi föld alatti nyomvonala maradványa látható ott is, mégpedig az úzott kő ágyazat. Ez az építkezés, amit most folyik, 2018. november 5-e hétfő van. Az jelenleg idáig jutott. Itt is látszik még az úzott kiágyazatnak a maradványa a felszín alatt. Ugye a föld alatti az innentől arra haladt. Ugye most már be van nőve fákkal, bokrokkal, amit ide ültettek annak idején. De arra volt a végállomása, nem messze. Ugye onnan jöttünk, arra van az állatkert. Ott van a Széchenyi fürdő épülete. És a végállomás pedig itt lehetett nagyjából, ahol most állok. Ott van a nyereg. És ott van az új megállónak a lejárata, ez a megálló, amit most látszik. Ez a hősök tere fele menő oldal lejárata. Tehát itt volt régen a végállomás.